Ha vásárolni szeretnél a DXN termékeiből, én mindig ajánlom a törzsvásárlói regisztrációt. Miért? Egyrészt azért, mert semmibe nem kerül. Másrészt azért, mert semmilyen kötelezettséggel nem jár. Nincs olyan, hogy neked X összegér vagy X darab terméket kell vásárolnod. Nem kell csinálni semmit. És a harmadik ok, hogy 25%-kal minden olcsóbb, hogyha te regisztrált törzsvásárló vagy. És van még egy negyedik ok, amit mi magyarok nem nagyon szoktunk komolyan venni, mégpedig az, hogy ezeknek a termékeknek az árát csökkenteni tudod azzal, hogyha tovább ajánlod másoknak. Ez nem kötelező, ez sem kötelező, nyugodtan fogyasztható titokba, de az ember abból indul ki, hogyha nekem valami bevált, és mondjuk egy olyan erős hatása volt, mint a Cordipine-nak, amit legutóbb elmeséltem, hogy egy 84-85 éves embernek az életkedvét adta vissza, mindössze 2-3 hét fogyasztás után, és hogyha ő ezt elmeséli valakinek a nyugdíjas klubba, és ebből lesz néhány ember, aki hasonló problémával küzd, és ő is ki fogja ezt próbálni, akkor az ajánlónak ebből valamennyi pénze lesz. Az ő következő üveg kordipánya kevesebbe fog kerülni. És én azt gondolom, hogy ebben semmi rossz dolog nincsen. Persze biztosan lesznek majd troll hozzászólók, akik elkezdenek mocskolni, de nem fognak tudni meggyőzni arról, hogy én rosszat teszek. Én azt ajánlom, amiről tudom, hogy jó. És nem azért ajánlom, mert pénzt kapok érte. Ennyi pénzért meg, figyelj, amennyit én egy üveg kordipájnon kapok, azért én nem hazudok. Nekem olyan szerencsém van, hogy nem kellett a becsületemet eladni még soha. Gondolom, hogy kerülhetnék én is olyan szituációba, amikor el kellene adnom a becsületem, mondjuk, hogy megmentsem a gyerekem életét, vagy valakit, akit szeretek, mindegy, van ilyen szituáció. De még egyrészt nem kerültem ilyen helyzetbe, másrészt meg még annyit, amennyire én tapsálom a becsületem, még senki nem kínált érte. Tehát a lényeg az, hogy ezek miatt érdemes regisztrálni, mert igazából ez egy olyan helyzet, amiben csak nyereséged van. Tehát semmi kötelezettség és semmi, tudod, a yin és a yang, nincs a rossz oldal, csak a jó oldal, hogy olcsóbbá is tudod tenni a saját részedre a termékeket, meg még olcsóbbá is, meg aztán olyan olcsóbbá is, hogy nem kerül semmibe.